Sziasztok, Kongfan vagyok. Ez itt a Geek Ember. A mai könyvbemutatóban a Lázálmot fogom bemutatni. A könyvet George R.R. Martin írta. Igen, az a George R.R. Martin, aki mindent csinál, csak a Tűz és a Jég dala utolsó két kötetét nem, de azt évek óta. 1857-ben járunk. Abner Marsh világéletében hajókon szolgált. Végig dolgozta az életét, és egészen kapitányi rangig vitte az Isten a dolgát. Saját fuvarozó gőzhajó társasága lett a Mississippin több hajóval. Sorscsapások útján gyakorlatilag nincstelenné vált egyik pillanatról a másikra. A csőd szélén áll, amikor is feltűnik egy Joshua York nevű férfi, aki üzletet ajánl neki. Beszáll mellé társnak a cégébe, együtt megterveznek és megépítetnek egy saját gőzhajót annyi pénzből, amennyit csak kell. Utasokat és a rakományokat fognak szállítani. York cserébe kapitányi rangot kér, és hogy Marsh mindig teljesítse a parancsait, és nézze el fura rigójáit. Egyébként más esetekben Marsh fog parancsolni a hajón. Az öreg hajó sejti, hogy valami nem stimmel, de York ajánlata visszarántaná őt a szakadék széléről, így belemegy az alkuba. Joshua figyelmezteti, hogy furcsa szokásai vannak, amiket nézzenek el neki. Csak éjszaka fog előjönni, nappal alszik, stb. Pár hónapon belül megépül a Mississippi egyik legszebb gőzhajója, a Lázálom. Marsh, York és York néhány nála is furább utazótársa elindulnak a folyón, és egy drámában, titkokban és a vérben bővelkedő Lázálomba keverednek. Mindenek előtt az íróról, George R.R. Martinról illik pár szót mondani. Kortárs amerikai íróról van szó. Valószínűleg az egyik legfontosabb irodalmi alak, aki jelenleg alkot. Vagy éppen nem alkot. Gyerekkorában kezdett el írni, akkor még osztálytársainak adta el műveit. 21 évesen jelent meg első novellája nyomtatásban. Kezdetben horror és sci-fi történeteken dolgozott. Hivatásos újságíró lett, amit tanított is egyetemen. Első regénye 1977-ben jelent meg, a Dying of the Light. Két évre rá már hivatásos íróként dolgozott. A 80-as évek közepén költözött Hollywoodba, és sorozatokon kezdett el dolgozni. Többek között az Alkonyzónán, illetve Oroszlán rész vállalt a Szépség és a Szörny című sorozatban, ami a klasszikus történet urban fantasy köntösbe tekerve, rengeteg új dologgal és változtatással. Főszerepben Linda Hamiltonnal és Ron jóképű Permannel. Utóbbi alakításáért Golden Globe díjat kapott. A sorozat 3 évadot élt meg, és gyerekként nagyon szerettem. A sorozat befejezése után Martin évekig abból élt, hogy sorozat ötleteket adott el stúdióknak. De egyik ötletből sem lett semmi. Bár még ebből is jól megélt, de elege lett, hogy stúdió embereknek ír, akik aztán nem kezdenek az ötleteivel semmit. Ezért visszatért a regényíráshoz. Bár már korábban is többszörösen díjazott és elismert író volt. A nagy áttörés 1996-ban történt. Ekkor jelent meg a Tűz és Jég dala regényciklus első kötete, a Trónok harca. A feje tetejére állított fantasy, a bődületesen kidolgozott karakterek, világ és a szabályok felborítása és újraértelmezése félisten státuszba helyezte. A világhírnevet viszont az hozta el számára, amikor az HBO 2011-ben elkezdte sugározni az ebből készült sorozatot. Bár a sorozat már véget ért, Martin azóta sem fejezte még be a Tűz és a Jég dalát, még két regényt ígér, de azt évek óta. Sokan várják őket, őszintén szólva én már rég elengedtem. Na de most már térjünk át a Lázálomra. Műfaját tekintve vérbeli horror, igazi vámpír történet. Csipetnyi fantasyvel, ami létező történelmi korban és helyszínen játszódik, és feltölti szíporkázóan jó figurákkal. Martin mindig ügyel arra, hogy karakterei a lehető legrészletesebben legyenek bemutatva, hogy gondolkodásmódjaik és motivációik világosak és érthetőek legyenek, és minél hihetőbbek. Ennek elérése érdekében a kötet végéig folyamatosan építi a karaktereit. Rétegeli és árnyalja őket az utolsó percekig. Szinte egyetlen figurája sem fekete vagy fehér. Mindenkinek megvannak a maga hibái, tragédiái, sötét múltja, amire nem büszke. De ugyanúgy vannak jó tulajdonságaik is, két valakiket kivéve, de majd róluk később. A könyv bár több szálon fut, az igazi főszereplője Marsh kapitány. A kissé egyszerű, de sokat megélt és szívós gőzhajós egy remek karakter. Folyami életre termett kurafi. Nem lehet nem szimpatizálni vele, neki is megvannak a jó és kevésbé jó jellemvonásai. Becsületes, okosabb, mint elsőre tűnik, de iskolázatlan és sokszor nyers. Mindezek tetejében még csúnya is.
Joshua York viszont az ellentéte. Művelt, kifinomult úriember. Tanult és kifogástalan a modora. Jó képű, bár kissé sápadt és fura, szinte ősz haja van. A rigolyái viszont rendre őrületbe kergetik a partnerét. Mégis mi a fenéért tűnik el hosszú napokra a gyilkosságok helyszínén? Mi a bánatért nem hajlandó előmászni a kabinjából csak éjszaka? És miért hoz a hajóra egyre másra még nála is furább és sápadtabb útitársakat? Ennek az ellentétnek a bemutatása pedig egészen fantasztikus a könyvben. És tökéletesen meg is érti az ember, hogy lesz ez az ellentét alapja a két homlokegyenest eltérő figura barátságának. A két jó fiú után mehetünk a rosszakhoz. A fő ellenlábas Damon Julian lesz, aki egy szadista vámpír. Nem csak az embereken élősködik, hanem a saját klánját is rettegésben tartja és szadizza őket. Ő a vérmesterük, a falka alfa híme, a szava megszeghetetlen parancs. Egy igazi rohadék, akinek a kilométeres körzetében sem akarsz lenni soha. A régi és jól ismert vámpírlét híve, azaz az emberek, vagy ahogy ők hívják őket, a jószágok csak táplálékok és játékok. Egy-kettő talán hasznos lehet a rejtőzésben. Egy ilyen hasznos jószág van Mr. Julian mellett. Savanyú Billy, aki szintén egy igazi tető. Bárkit kicsinál, aki az útjába kerül, jól bánik a rejtett tőrével. Sebhelyes, ravasz, rasszista bunkó, és Julian minden parancsát teljesíti. Annak reményében, hogy Damon majd átváltoztatja őt is vámpírra. És akár lehetne felhozni negatívunként azt, hogy a pozitív karaktereket árnyalja Martin, de a gonoszok csak gonoszok. A helyzet viszont az, hogy annyira gyűlölhető rohadék ez a két karakter, hogy az szerintem nagyon is szórakoztató, és igazából mindkettőnek megvan a maga célja. Szóval azért nem sablonos gonosz karakterek, de hogy egy szemernyi jóság sincs egyikükben sem, az kurva élet. Tökéletes a kontraszt a két duó között. Még Abner és Joshua sarkítva, de egyenlő partnerek, akár még barátok is. Addig Damon és Billy között jól látható a gazda-szolga viszony. Barátság a megfélemlítéssel szemben, bizalom a hazugsággal szemben. Arról nem is beszélve, hogy így utólag felfedeztem, hogy mennyire itt vannak már most az alapjai a későbbi gyűlölt trónokharca karaktereknek. Elsősorban Joffrey Baratheonra és Ramsay Boltonra gondolok. Hasonló okádék figurákat képzeljetek el, amikor Damont és Billyt próbáljátok elhelyezni. Martint a trónokharca óta nagy világépítőnek tartják, hiszen tényleg kitalált egy saját fantasy környezetet, amiket feltöltött a valóságban kölcsönvett események és figurák átdolgozott kiadásaival. Na itt nem ezt teszi. A helyszínek valóságosak, konkrétan a Mississippi folyó déli részén és annak környékén játszódik a sztori. Eljutunk például New Orleansba is. És valami piszok részletességgel bemutatja az ottani kultúrát, a szokásokat, a társadalmi berendezkedést. Martin tehát nem csak a saját világát tudja bemutatni érdekesen, hanem egy létező történelmi mikrokozmoszt is, ahol fellesétálnak a gazdag fehérek, ott a sok kevert kultúra és vallás, szabad feketék és rabszolgák, forrófejű kreolok élik heves életüket, holland munkások gürüznek a kikötőkben, olyan részletesen és elbűvölően írja le ezeket a dolgokat Martin, hogy szinte érzed a folyó illatát, hallod a gőzösöket, egyszerűen ott vagy. Mindezeket egyáltalán nem dagályosan teszi, nem írja túl, vagy ha mégis, én nem éreztem annak. Engem elvarázsolt a Mississippi. A helyszín és az időpont, ahol és amikor játszódik a történet, nem csak alapja a vámpír történetnek, hanem tényleg fontos része. Nem csak érdekes keretként szolgál. Martin ugyanis iszonyatosan utána járt rengeteg a Mississippihez és New Orleanshoz köthető történelmi eseményeknek és történelmi figuráknak. Ezek szinte rendszeresen előkerülnek a történetben. Beszélnek politikusokról, csatákról, amik ide köthetőek. Ezek meg is vannak csillagozva a könyvben és kifejtve a lapok alján, hogy miért is fontosak ezek. Szóval egy érdekes mini töri órát is kapunk a pénzünkért. Jó eséllyel olyan dolgokkal kapcsolatban, amikről egyébként soha nem is hallanánk, pedig tök érdekesek. A történet 80%-a a lázálom fedélzetén játszódik, így elengedhetetlen a gőzhajók és a folyamilét részletes bemutatása. Én ettől féltem a legjobban, de legalább annyira érdekes és szórakoztató, mint a vámpíros része a történetnek, hanem jobb. Egyszerűen imádtam, ahogy Martin kifejti, hogyan néz ki egy-egy gőzös, mitől és hogyan működik.
ahogy elmagyarázza a kapitányon és a legénységen keresztül azt, hogy egyáltalán mitől szép egy gőzhajó, és mitől jó ez az élet, és mik a nehézségei. Olyan lelkesen beszélnek erről, hogy gyakran azt vettem észre magamon, kedvem támadt elmenni egy ilyen luxushajóra menni dolgozni. Én, akinek semmi köze a hajózáshoz. Még csónakban sem ültem soha, úszni sem tudok. De úgy tudta bemutatni ezt az életet egy magamfajta szárazföldi patkánynak, hogy én is belelkesültem tőle, és érdekesnek találtam. És természetesen kitér a hajós hiedelmekre és babonákra is, amik szintén teli találatok. És a habatortán az, ahogy bemutatja az étkezéseket. Szapkovszkinál tapasztaltam ilyen kaja pornót a vajákoknál. Komolyan összefutott a nyál a számban, hogy milyen részletesen leírja a rengeteg folyami étel kinézetét, az ízét. Ez egyszerűen perverzió. Na és most ennyi pofázás után rátérhetünk a vámpíros szárra is, ahol aztán igazán felismerhetjük Martin stílusát. A trónok harcával új vért pumpál később a fantasy műfajába, és itt is ezt teszi a vámpír mítosszal jóval korábban. Bizonyos elemeket megtart, de átdolgozza őket a saját szájíze szerint. Kitalál akár teljesen új dolgokat is. Variál, alakít, dolgozik rajta, egyszerűen alkot. És nem feltétlenül azért, mert jó előre kitalálja, hogy ő most csavarni fog a formulákon. Martin egy interjúban elmondta, hogy szerinte az írói folyamat része az, hogy bizonyos bevált módszereket és eszközöket ízekre szed és átalakítja. Szerinte az írás, mint folyamat és művészeti ág így működik. Ez egy író feladata. Tehát csúnyán fogalmazva, nála ez jön magától. És ez rohadtul érződik is. Minden variálás a vámpirizmussal kapcsolatban természetesnek hat. Nem érzed azt, hogy az író addig csűrte, csavarta, amíg ez lett belőle. Nem fogok részletekbe belemenni, hogy mire gondolok, mert élményromboló lehet. Egy valamit megemlítek, ami nagyon tetszett. Ahogy összemosta a vámpír és a farkasember mítoszt. Ugye a farkasember telihol idei megborul, átváltozik tombol. Na ezt olvasztotta be Martin a vámpírokba. Át nem változnak, de minden hónapban egyszer, általában telihold környékén, a vámpírokra rátör a vörös szomj, amikor valódi ösztönlényé válnak és ész nélkül gyilkolnak. És ez ellen látszólag nem lehet tenni semmit. Bár a legendák szerint majd jön egy vámpír messiás, a sápat király, aki megszabadítja a népét a vörös szomj átkától, és elvezeti őket egy békés, sötét királyságba. És akkor itt megjegyezném, hogy bár nem részletezi túlzottan, de Martin kitér rá, hogy a vámpíroknak is megvan a saját vallásuk és teremtés történetük. Mítoszaik, amik sokszor nagyon érdekesen olvadnak bele az emberekébe. Ezt is nagyon bírtam. Aki olvasott már Martintól valamit, az tisztában lehet vele, hogy nem csak a sablonokat variálja, hanem a történetet is úgy meg tudja csavarni, hogy az lenyűgöző, zseniális, de gyomron is vágja az embert. Na, ez már itt is megvan. Amikor a szerencsétlen olvasó nyerekben érzi magát, dörzsöli a tenyerét, hogy úgy is tudom mi lesz, akkor Martin kuncog egyet, és úgy tökön rúgja a karaktereit és az olvasókat is, hogy senki más. Én hülye elfelejtettem, hogy ki is írta a Lázámot. Annyira elmerültem benne. Olyan pofonként ért nem egy, nem kettő történetbeli fordulat, hogy alig tértem magamhoz. És az ember igazságérzetét akarva akaratlanul is kikezdi. Emlékszem, hogy vitatkoztam a könyvvel egy ponton, hogy bazd meg, ez így nem lehet, ez nem történhet meg. De még a saját maga által felállított mítoszait is hajlandó összesarazni és kiforgatni, teljesen logikusan persze, ha az a cselekményt szolgálja. Sokszor hülyére veszi az olvasót Martin, és bizonytalanságban tartja. Az egyik ilyenről beszélnék is, de csak spoileresen. Én imádtam, hogy a könyv kávé feléig nem voltam biztos benne, hogy Joshua vajon tényleg vámpíre, vagy sem. Mikor először kezd el forró lenni a pite, akkor bebeszéli a kapitánynak, hogy igazából csak vámpírvadász, és alkalmazkodik a prédák életmódjához. És erre több utalás és bizonyíték is van, illetve ellenkező dolgokra is. Tele van ellentmondásokkal a cselekmény szándékosan. Nagyon éltem, hogy ennyire bizonytalanságban tudott tartani a regény. Persze aztán kiderül, hogy tényleg vámpír, de nem vadásza őket, hanem gyűjti a saját kis klánjába őket, a vörös szomj ellenszere miatt. A könyv horror kategóriába sorolandó a témája miatt, de szerintem nem félelmetes.
Van persze benne borzongató dolog, de inkább a kendőzetlen brutalitás az erőssége ezen a téren. Emberek torkát harapják át, leszúrják őket, szétlődik a fejüket, agyonverik őket, kitörik a nyakát, kínozzák. A legdurvábbat, ami szó szerint a semmiből jön, inkább el sem mondom, hadd legyen meglepi. Kurva felkavaró, mindenkit figyelmeztetek. Bestiális erőszak van a könyvben, nem csak a vámpírok részéről, hanem az emberekéről is. Apropó, tök jó bemutatja a könyv a vámpírok félelmetes erejét és hatalmát, illetve azt is, hogy a gyengeségeiket is csak furfanggal lehet igazán kihasználni és létszámbeli fölénnyel. Martint a trónok harca óta szokás vádolni azzal, hogy sokszor túlírja a történetét, és borzasztóan dagályosan mesél. Ezzel egyébként egyetértek, a Tűz és Jégdala 5 kötete után látszik, hogy nincs szerkesztője, aki rászólna, hogy hol vegyen vissza. Annyi mindent felépített és részletesen bemutatott, hogy elbetört vele a bicskája. 9 éve jelent meg az 5. kötet, és szerintem annak a minősége is vitatható, de a 4. is. Itt ezt a túlírást egyáltalán nem éreztem. Szerintem fontos volt az a részletesség, amit használt. Viszont, hogy a lezárásokkal baja van, az itt is tetten érhető. Annyira érződik a sztori egy bizonyos pontján, hogy itt véres és pörgős módon pont kerülhetne a sztori végére, de Martin nem akarta beérni ennyivel, hanem ki akart találni valami mást, ami szerintem nem igazán jött neki össze. A sztori vége felé van egy nagy törés, konkrétan éveket ugrunk előre az időben, és csak ezután jön el a katartikus befejezés. És ez az időugrás, illetve az a plusz szál, ami a végkifejlethez vezet, szerintem teljesen fölösleges. Semmi értelme nem volt elnyújtani. Szinte ugyanúgy vége lehetett volna a történetnek korábban is, hanem jobban. Így sem rossz a lezárás, sőt. Csak amíg oda eljutunk, futunk egy kurva nagy kört, ami simán kihagyható lehetett volna. És kb. Ennyibe tudok belekötni. A magyar kiadásért az Alexandra felelt, tudni kell, hogy ez már a második kiadása a könyvnek, ami 2013-ban volt esedékes. De korábban, 2002-ben a Valhalla Páholy jelentette meg, egy teljesen más borítóval, de ugyanúgy Kornya Zsolt fordításában, aki remek munkát végzett. Stílusos és könnyen értelmezhető fordítása van, és ahogy korábban is mondtam már, a lapok alján, ahová kell, plusz információk vannak elszórva, hogy jobban megértsük a kor utalásait. Ezek főleg a kötet elején vannak. Puha fedeles kiadványjal van dolgunk, a borító pedig gyönyörű. Az egész úgy néz ki, mintha egy hajó oldala lenne. A közepén a véres ablak dombornyomot, ugyanúgy, ahogy a cím és az író neve is. Egyébként a Lázálomból létezik képregény is. Tudtommal Magyarországon hivatalosan nem jelent meg, de aki szemfüles vagy nézi a videómat, egy maszek fordításban ingyen elolvashatja. A hálózsák.hu csapata követte el. Én csak belelapoztam, de azok alapján minőségi átdolgozásnak tűnik. A Lázálom George R.R. Martin egy korai vámpíros mesterműve, ami nekem az egyik legnagyobb kedvencem. 6 éve olvastam először. A videó készítése miatt belelapoztam, hogy kicsit felfrissítsem az emlékeimet, de ott ragadtam előtte, és újra is olvastam az egészet. Egyszerűen újra kellett olvasnom, és másodjára is magával ragadt. Egy valódi hazatérés volt a Lázálom fedélzetére lépni újra. Csak remélni tudom, hogy egyszer egy minisorozatban majd hozzáértő emberek feldolgozzák. Ki járna neki? Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Round and round, round we go, where it stops, no.